közös Mikulás ünnepléssel hangolódtak a gyerekek, fiatalok az ünnepségre az Alba Régia sportcsarnokban. Idén is gondolt a Gyermekvédelmi Központ Fehérvár megyei egységeiben nevelkedő gyerekekre, az intézmény dolgozóira, a fogyatékossággal élőkre, Varga Zsuzsanna és Tóth Marianna, akik önkéntesek és családtagok segítségével szervezik meg évről évre a rendezvényt. Alapvetően két magánszemély közös kezdeményezés, a két kedves hölgy, Zsuzsanna és Marian, azok, akik ezt évekkel ezelőtt életre hívták, abszolút ők finanszírozzák, találják ki a fiatalokkal és a gyerekekkel együtt ennek a kis délutánnak a programját. Mi alapvetően helyszínt biztosítunk számukra, és még egyszer a cél az öröm okozása, a boldogság, a mosolynak az adományozása, és hát valójában a szeretetről szól, amiről maga az advent is, és maga a karácsony szent ünnepe is. A programra érkeztek Székesfehérvárról, Martonvásárról, Velencéről, Dégről, Előszállásról és Mezőfalváról vendégek. A Mikulásváró rendezvényre a Szent Kristóf ház fiataljai is ellátogattak. Nekem nagyon sok élményem volt tavaly is, meg remélem lesz is most is, és nagyon vártuk ezt a Mikulás rendezvényt. Örömmel jöttünk, és remélem úgy térünk haza, hogy szép élményekkel, és a végén megígérem, egy karácsonyi verssel ajándékoztatom meg a nézőközönséget. A csarnokba 230-an érkeztek. A rendezvény célja ebben az évben is az volt, hogy a gyerekeket, fiatalokat élményekkel, közös ünnepvárással ajándékozzák meg a szervezők. A hátrányos helyzetű társadalmi szegmensek figyelmet kaphassanak, és így Mikulás ünnepén, illetve a szeretet ünnepének közelettével ők is kapjanak még egy olyan fajta lehetőséget, olyan szeretetteljes impulzust, amivel tudják egymást is támogatni, találkozásuk valósulhatnak meg itt, és azt gondolom nagyon fontos, hogy a város életében, mint a társadalmi fenntartatóság alapeszméje egy ilyen esemény kapcsán is erősödni tud, és különböző társadalmi csoportok tudnak egymással találkozni, örülni egymásnak és építeni egymásnak az ünnepét és a készülődést. A Mikulás ünnepségen meglepetésként ez sem adott koncertet. Repzenéjével együtt mozogtak, énekeltek a lelátókon ülő meghívott vendégek.